Folytatjuk a témát egy kicsit más vonatkozásban, a nyitásról már beszéltünk, mennyire lehetséges ez, megbeszéltük Honnett Zsomborral. Mindesetre néhány rendezvényt már meg lehet tartani. Igaz ünnepnek nevezte például az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkár azt, hogy a koronavírus járvány enyhülésével újra nyithatnak a magyarországi közművelődési és kulturális intézmények. Az államtitkár kiemelte, hogy a kulturális élet fáradhatatlan motorjai éves szinten csaknem 70 millió látogatót fogadnak. Nézzünk erről egy bejátszót, és aztán beszélünk egy konkrét eseményről is ezzel kapcsolatban. Ez a hét a kulturális ágazat minden intézménye számára egy igazi ünnep, hiszen ezek a helyszínek hosszú hónapok óta vártak arra, hogy működésük lényegi elemét, a látogatókat, a közönséget újra üdvözölhessék falaik között. Ezt mondta két héttel ezelőtt a Nemzeti Művelődési Intézet országos közművelődési megnyitó esemény sorozatán Fekete Péter. Az államtitkár kiemelte, a művelődési házak, a kulturális központok, a gyermekházak, a szabadidő központok, a közművelődési intézmények és közösségi szinterek, a helyi kulturális élet fáradhatatlan motorjai, hiszen éves szinten országosan csaknem 70 millió látogatót fogadnak. A rendezvények mellett szakkörökkel, kiállításokkal, a helyi közösségek számtalan találkozási alkalmával járulnak hozzá a helyi kulturális élet megteremtéséhez, sorolta az államtitkár. Hangsúlyozta, május 1-től a koronavírus járvány enyhülésével újra lehetőség nyílt a közművelődési intézmények fokozatos, a közösségekre figyelő, vigyázó módú megnyitására. Nos, egy ilyen esemény lesz május 30-án vasárnap, a Fővárosi Nagy Cirkusz produkcióját láthatják egy ingyenes, szabadtéri rendezvény keretében. Erről beszélgetünk Fekete Péter kulturáért felelős államtitkár az EMMI-től. Jó reggelt kívánunk, köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Mi lesz ennek a rendezvénynek a tartalma, mert én itt belelestem a szereplőkbe, de a legkevésbé cirkuszi szereplőket, inkább zenekarokat és egyéb, hát különböző showkból ismert embereket láttam, de nyilván lesz majd cirkuszi produkció is. Tehát mitől lesz ez ennyire vegyes ez a kínálat? Rendkívül büszke vagyok, hogyha a kulturális ágazat intézményeire gondolok, hiszen egyik oldalon a pandémiás időszak alatt bebizonyították, hogy jól tudnak hozzájárulni a munkájukkal, jól tudnak hozzájárulni a pozitív üzenetek küldésével a vírus legyőzéséhez. És most, amikor nyitás felé járunk és nyitunk, akkor bebizonyosodik, hogy ez alatt az egy év alatt a kulturális intézmények szereplői nem lábukat lógatták, hanem dolgoztak. A színházak produkcióknak a tucatjaival állnak elő, a zenekarok új koncertekkel állnak elő, Kelemen Barna kvartettjének a bemutatkozása, olyan voltam pár nappal ezelőtt, és leszakadt az ég, amit hallottam. Tehát azt látom, hogy készen áll a kultúra arra, hogy az orvosoktól, az egészségügytől átvegye a stafétát, és az élet újraindításának, az emberek 8. emeletről való kicsalogatásának a feladatát vigye. Egy ilyen eseményt látunk majd a Fővárosi Nagy Cirkusz előtt. Ez ünnep is ezt tulajdonképpen? Ünnepeljük azt, hogy végre lehet már majd szabadtéri rendezvényekre járni? Odafigyelve, fokozatosan, nagy figyelemmel, de igen, ez egy ünnep. Ezért is van ez az eklektikus, sok műfajt felülelő program, hogy nem csak cirkuszi produkciók, hanem zenekarok, énekesek, stb. A Fővárosi Nagy Cirkusz vezetése felkérte azokat a zenészeket, akiknek a cirkusszal kapcsolatos zeneszámaik vannak. Hobót, Roy és Ádámot, az LGT Tributet, hiszen ezeknek a zenekaroknak mind-mind van valamiféle manézzsal, kötéltánccal, trambulinnal kapcsolatos dala. És valóban egy ilyen nagy összművészeti happening lesz gyereknapra időzítve, de nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek, pároknak, mutatván azt, hogy elindul a cirkuszban is az élet, és egészen különleges módon indul el, hiszen csupa magyar artistával fog a Fővárosi Nagy Cirkusz egész nyáron üzemelni. Fontos üzenete van ennek, hiszen Európában egyedül a Fővárosi Nagy Cirkusz volt az, amelyik nyitva tartott a pandémia alatt is, ezzel munkát adva a magyar artisták. És azt tudtam, tényleg nyitottak. Egyedül, az összes cirkusz Európában zárva volt, úgyhogy online tudták közvetíteni. Így, és nem voltak ott élőben a nézők, hanem tudták nézni a streamet. Az elsődleges feladat az volt, hogy annak a több száz artistának, akik itthon ragadtak Magyarországon, hiszen nem tudtak menni hajóra, utazó cirkuszokba dolgozni, hogy nekik munkát biztosítson a Fővárosi Nagy Cirkusz. És ez a munka olyan jól sikerült, hogy elkészült 4 produkció, és ezt a 4 produkciót most már nem az online térben, hanem a valós közönségnek is
be tudja mutatni Nemzeti Cirkuszművészeti Központunk. Nem értő beszéltünk az iménti egészségügyi szakértőnkkel, Kunes Zsomborral arról is a vége fele, hogy azért a járványnak vannak nem csak fizikai következménye, hanem mentális, a hangulatunkra, a pszichénkre ható következménye is. Ezt egy picit segítenek oldani. Ez is a cél, ahogy mondtam, hogy egyfajta ünnep, egy nagy nyitási ünnep. Az emberek ki vannak éhezve tényleg az elmúlt egy évben már az ilyesmire. Én nagyon komolyan azt gondolom, hogy a felelősség most a kulturális élet szereplőjé. Azok között gyógyítsák a lelkünket is most így utólag. Én minden héten tartok egy nagyon komoly online értekezletet 300 intézményvezetővel. Folyamatosan kommunikálunk, hogy épp a jogszabályok mit tesznek lehetővé, milyen feladatod van, kedves könyvtárvezető, kedves kultúrházvezető, kedves színházvezető, és nagyon komolyan veszik a dolgukat ezek az intézményvezetők. Hónapok óta arra készültek, hogy amikor majd lehet nyitni, akkor mivel fogunk tudni egyrészt pótolni, másrészt visszacsalogatni, hiszen legyünk őszinték, az emberek megszokták, hogy otthon ülnek és nyomkodják a gombjaikat, megszokták azt, hogy kényelmesen online téren keresztül fogyasztanak kultúrát. Nem tudtuk és nem tudjuk, hogy most egy dömping lesz, megrohanják a szabadtéri rendezvényeket, a koncerteket, vagy vissza kell őket csalogatni. És a tavaly nyári nyitásból azt láttuk, hogy bizony van tennivalónk, bizony motiválni kell a nézőket arra, hogy ismét eljöjjenek a kultúrát fogyasztani. Ha már a heti értekezeteket említette, van önnek, vagy megkérdezik az ön véleményét, önök véleményét, akár az operatív törzs szintjén is a mindenkori heti döntések, a szabályozók változtatása függvényében, hogy mi az, amit önök biztonsággal tudnak vállalni, mondjuk a nyitás esetén egy nagyobb létszámú közönséget lehet fogadni, először csak minden második, harmadik széken lehet ülni. Tehát ütemezésben esetleg már konzultálva az a kulturális intézményekkel, hogy ők is mit tudnak vállalni, és mi az, amit javasolnának, hogy bizonyos óvintézkedéseket betartva minél több helyen lehessen valóban megnyitni a színházakat, mozikat, és lassan majd aztán mindent. Igen, az elmúlt egy év során egy nagyon komoly kommunikációs rendszer alakult ki, hiszen mi kommunikálunk az intézményvezetőkkel, az intézményvezetők és a szakmai szervezetek elmondják, hogy nekik milyen nehézségeik vannak, hogy látják a helyzetet, mi ezt összegyűjtjük, és az operatív törzsnek javaslatként elmondjuk. De hiszünk abban, hogy az ott lévő szakemberek, a járványügyi szakemberek tudják legjobban eldönteni, hogy a járvány szempontjából most éppen milyen státuszban vagyunk, milyen stádiumban vagyunk. Na, milyenben vagyunk egyébként? Tehát például a fővárosi nagy cirkuszban szabadtéri rendezvény lesz, de a következő héttől kezdve már be lehet menni? És ott akinek olyan oltottsági igazolványa van, mint nekem, ő bizony a zárt tereket is korlátozás nélkül látogathatja. De korlátozás nélkül azt is jelenti, hogy minden székre lehet ülni? Igen, minden székre, nem kell tartani. Akinek oltottsága van, akinek ilyen igazolványa van, az rendben van, ő nem tud megfertőzni mást. De azt látom, éppen Békés Csabán voltam egy színházi előadáson, hogy az intézményvezetők továbbra is igen nagy fegyelemmel, kint vannak továbbra is a két fertőtlenítők. Érdekes módon nem kötelező a maszk, de én egy olyan előadáson ültem, ahol önkéntesen az ott ülő nézők maszkot viseltek, és semmi baj ezzel nincs. Én egy fegyelmet látok, egy odafigyelést látok, és nagyon bizakodom abban, hogy a kulturális intézmények el fogják tudni indítani az életet ismét ezen a nyáron. Mekkora fegyelmezettséget igényel, vagy várnak el majd a látogatóktól a hétvégén, ugye amúgy is gyermeknap lesz, ilyenkor a Városliget elárasztják a gyerekek, a családok, és milyen módon lehet majd megközelíteni, helyet foglalni ott? Nem is tudom, hogy helyileg ez hol lesz, a fővárosi nagy cirkusz előtt, ott a lezár, vagy útszakasz lesz építve, lelátó, vagy színpad, vagy hogy fog kinézni az egész? Széchenyi fürdő és a fővárosi nagy cirkusz közötti részt lezárják a forgalom elől, és általában az ültetett, a helyen rendelkező rendezvényekkel nincs gond, hiszen a nézők azok tudják, hogy hova mennek, ott helyet foglalnak. A bulival van a gond. Általában ott van a nagyobb veszély, ahol táncos rendezvény van, ahol állnak az emberek. Na ez a fővárosi nagycirkusz előtti rendezvény, ez egy ültetett rendezvény lesz. Tehát lesz építve lelátó. Egy épített lelátóra fognak helyet foglalni. De ugye jó hír, hogy most már elindulhatnak a táncos zenés rendezvények is lassan. Inkább a figyelmet itt kell koncentrálni, és ott kell majd a rendezőknek nagyon odafigyelni arra, odafigyelős, és milyen óvintézkedésekkel tudják megelőzni azt, hogy ne talántán a járvány ismét visszatérjen. Ott tehát egyébként, aki a Városligetben jár, arrafele jár vasárnap este 6 és 9 között, ugye, mert ez az időpontja a rendezvénynek, bárki oda mehet, bárki megnézheti, nincsen semmiféle korlátozás. Jól értem. Kap egy karszallagot, és védettségi igazolvánnyal részt vehet a nézőtéren, tehát beülhet a nézőtéren. Tehát a nézőtérre belépéshez szükséges ez a bizonyos kártya, amit az imént mutatom.
Ez fontos, jó, hogyha a nézők is tudják, tehát akkor családok, a gyerekekkel lehet menni a ligetbe, gondolom úgy is mennének a hétvégén, ha szép idő lesz, olyan idő lesz, reméljük, és akkor egy remek kulturális programot láthatnak. Államtitkár úr, köszönjük szépen, hogy megtiszteltetek. Én köszönöm a meghívást.